Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Itt vagyunk a Gróf Festetés és György Művelődési Központ Városi Könyvtárában, és ismét a könyvajánló következik. Mai alkalommal is három könyvet hoztam bemutatásra. Ezek különleges könyvek számomra is. Mindjárt kiderül, hogy miért. Az első író, akit beszeretnék mutatni, mert a könyvét beszeretném mutatni, az Vas Géza, kétszeres prokultúra díjas hévízi író. És azért különleges ez, mert Géza bácsi egy eléggé közismert és közkedvelt vendége, visszatérő vendége a könyvtárunknak. Több közszint az összes kötetét a könyvtárban mutattuk be. 1926-ban született és reklám szakemberként tevékenykedett, több szakmai díjat is, elismerést is kapott. Ez az érdekesség, hogy a legelső kötetét, amelynek címe a Vadászkürt szálló rejtélye, 80 évesen írta, és tavaly 94 évesen jelent meg a legfrissebb kötete, amely az Utolsó tangó címet viseli. Jellemző Géza bácsi könyveire, hogy a múlt század 30-as éveibe kalózol vissza. Ez a legutóbbi kötete pedig az 1939-es években játszódik, a világháborút megelőző utolsó békés időszak, illetve a világháború első, második világháború első hónapjaiban játszódik. Egy kalandos kisregényről van szó, amely egy Machu Picchu-ba, a Inka romvárosba tartó kalandos utazásról szól. Mindenkinek ajánlom, aki kedveli a könnyed kalandos olvasmányokat. Még amit meg szeretnék említeni, hogy Géza bácsi szívügye a könyvtárunkban található történelmi körkép, ugye Budai Mihály festőművésszel közösen alkották, meg Géza bácsi írta a festményekhez a értelmező szövegeket. A következő író, pontosabban írónő, akit ajánlani szeretnék, Slavicek Judit, és nemrég még ugye a korlátozást megelőző időszakban volt itt nálunk a könyvbemutatója. Róla azt kell tudni, hogy szintén hévízi író, és nem csak hogy hévízi író, hanem beiratkozott olvasónk is. Tehát ezért is különleges ez a könyv. Amit tudni kell a regényről, hogy tulajdonképpen ez egy novellának indult, amit Judit egy házi feladatként írt, egy kreatív írás kurzusra, és később ugye létrehozta a Facebookon az írói, önálló írói oldalát, és olyan sikert aratott ez a kis novella, hogy közkívánatra elkezdte írni a folytatásait, és végül ez egy 15 novellás ilyen sorozat lett. Ennek eredménye ez a regény, amelyet tulajdonképpen Fejős Éva és kiadója karolt fel és adott ki. Valószínűleg ez egy sorozat lesz. Balatoni krimik első kötete, tehát mint a címe, a sorozat című sugallja, tehát a Balaton és környékén játszódik. Nem spoilerezném el a történetet, annyi, hogy a télen fagyos Balatonba egy fiatal lány holttestére bukkannak, és az éppen a múltjáról ide idézőjében menekülő Kardos Júlia, nyomozó nő, göngyölíti fel ezt az ügyet. Tehát mindenkinek ajánlom, aki egy jó kis krimit, Balaton területén játszódó krimit szeretne olvasni. És ugye nem maradhat ki az ifjúsági rész. Ez is egy különleges könyv a Harry Potter rajongóknak, illetve ajánlanám azoknak, akik esetleg elsiklottak felette. Ez tulajdonképpen a 8. történet. 8. történet 19 évvel később játszódik, ugye a 7. kötet történései után. Itt már tulajdonképpen
gyerekek, a Harry Potter gyermekei bonyolódnak kalandokba. A kötet érdekessége, hogy ez egy színpadi változat. Tehát ez egy színpadra írt verzió, tehát nem az a megszokott regény, mint a többi. Én nem is mondanék róla többet, ez egy színdarab, mindenkinek ajánlom, aki Harry Potter rajongó, és még nem olvasta.